Én a utóbbi két napot tökéletesen érzem magam, finom volt a kaja, jó az idő, sok volt a látnivaló, sok volt a fotóznivaló. Nagyon jó volt ez a pár nap itt így közösen. Rengeteget túráztunk, meg élveztük a tájat, meg sokat kocsisztunk. Gyilkosnónál vagyunk, kérem szépen most megyünk le a partokhoz, körülmegyünk, azt majd meglátjuk, hogy túlélik-e. Tomi voltam, szóval stúdiói. Kedves nézőink, élőben tudósítunk a Gyilkosnó mellől az év horgásza versenyről. A mostani versenyzőnk éppen belejtengetett a kamerába, vegyék jó szemügyre a botot, amivel versenyzik. A hínárt, bocsánat, nem a hínárt, hanem a Damilt, és igen, ez ebben a pillanatban elrajtolt, igen, nagyon nagy a koncentráció, nagyon nagy a koncentráció, igen, 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 ott a háttérben egy statiszta sapkában telefonnal fotózza éppen a főnököt, igen, 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 már jön az első eredmény, hoppá, és... Ez egy jó nagy semmi. Sikerült, gratulálunk, megnyerte a versenyt. Nem a Matyi őrsébe tartozó véletlenül? Így már ő. Ami számomra nagyon tetszett, a Gyilkosnónál tett túránk, amelyen megtapasztalhattuk a teremtés egészét is. Láthattuk akár az eredeti tervet némely pontokon. Számomra ez is egy felemelő rész volt. Természetesen voltak vicces részek a kiruccanásunk során. Egyet, hogyha ki kéne emelnem, az az volt, amikor drága barátom medve segedelmével kellett egy rögtönzött hidat alkotni, hogy át tudjunk menni a patakon, és ne sodorjon el a víz. Én ugye most voltam először Romániában, meg így a történelmi Magyarország területén is, és nagyon-nagyon élveztem, és annyira szép tájak vannak, hogy így tényleg így. És nem kell hozzá messze menni, cirka 13 óra vonatúz. Fantasztikus tájakat láthattuk mint Erdélyben, Székelyföldön. Fantasztikus hegyek, magasságok, fenyvesek. Nekem legjobban, őszintén szólva, a Gyilkosnó tetszett, nagyon szép a tó, nagyon tetszik, hogy ilyen szépen körbe vannak véve a hegyek vele. Napot kívánok! Bérletet szeretnék felmutatni. Érvényes a bérlet? Igen, hogyne! Ez a bérlet érvény. A Jóisten áldását visszük haza a csapattal. A hátizsákjainkban, illetve a szívünkben. És az, hogy az 1000 éves határnál, illetve itt olyan tényleg nagyon nagy történelmi helyszíneken voltunk jelen, és itt imádkozhattunk közösen, és itt vehettünk részt, és itt felfedezhettük ezt a környéket, ezeket az élményeket visszük haza. És jó magam minden egyes pillanatát, amikor néha-néha egy picit fáradtabbak voltunk, azt is ugyanúgy hazaviszem, mert ez hozzátartozik.